lehetőséget, akik itt már képtem is eljöttek. Köszönöm szépen, hogy itt vannak, itt vagytok. A mai diplomakoncertről van szó, mert én nem 23 évesen diplomáztam, mint itt a legtöbben mostanában, hanem hát egy kicsit idősebben. Így azért igazából van mire visszatekinteni, és igazából ezt szerettem volna elmusikálni. Ezt a nem is tudom, nem is tudom meg, hogy néhány évet, ami előttem van, népzenész és egyáltalán zenészként. És ebből a másik fajta zenészből, aki is annak idején én voltam, abból is szeretném valamit picit megpillantani, vagy megmutatni. Egy nyírségi kisvárosba születtem, Nyírmátorba, úgyhogy azt hiszem kézen fekve, hogy ezzel kezdjük a koncertet, ahonnan indultam. Ezeket a mutákat felén, ahol tanultam majdnem mindent, az éneklősöket. Otthon tésztanyítás, látáskavarás, tévelhetés közben ezeket beraktam, úgyhogy ezek valahonnan nekem mindig nagyon kedvesek maradnak. És azt gondoltam, hogy kezdődjön ezzel a koncert, ahogy az én életem is. Nyírségi muzsikát fognak hallani, Keserű János bácsitól szedegettem egy csomó olyan dalomat, amit már csak ő tudott, mert mondjuk Paraszt Tímás volt a Nyírségben, nagyon híres, sokfelé muzsikát, és én nagyon szeretem azt, ahogy ő játszi. Várni mennél a nagyon tudom.
a zenekarra. És egyszer csak 10-11 évesen ezt én velük abban az étteremben egyszer egy ilyen brigád kulin, az édesapám brigád kulián eljátszottam, ami nekem akkor nagyon nagy élmény volt, mert soha addig az omora kíséretlen kívül más magam mellett a zeneiskolában nem hallottam. Úgyhogy ennek a darabnak Vihari Verkutosának, ami egyébként egy teljesen egyszerű és nem tudom, hogy darab, ez az alkotója. És nagyon sokáig muzsikáltam és játszottam, és táncházakba is lemezre is sikeredett belőle egy-két dallam. Nagyon szeretjük, és remélem, hogy még Aladár bácsihoz azért sikerül úgy kimenni, hogy tudjuk nekünk muzsikálni. Thank you.
idegen nemzetiséggel volt komaság, zsoldóság. Ezért kapta a Komárné címet, mert igazából olyan kutákat válogattam, amiknek idegen elnevezése van, de mindig játszották a magyar zenészek, hol a magyaroknak, hol pedig a más nemzetiségűek. Thank you.
hogy nekik az jó lesen, és hogy ők tudjanak erre táncolni. Úgyhogy mivel sokat voltunk Szanyban, még az öreg Szentes Varga Feri bácsival is jöttünk a Bokrétás kocsmában, ahol bármán akkor nem táncolt, de Péter Laci még igen, és sokat is mai napig. Úgyhogy én nekik köszönhetem azt, hogy megszerettem ezt a muzsikát, és a kis magyarországiak közül talán ez az, amit a legtöbbet játszottam életemben, természetesen a saját megyén muzsikája után. Úgyhogy végezetül Szanyi táncdalomat. Thank you.
és